Ragyogó napsütés, 30 fok fölötti hőmérséklet, tiszta, 27 fokos, már-már langyosnak mondható víz. És ami a megkérdezettek szerint még nagyon jó érv, amellett, hogy a Szalki-szigetre menjenek pihenni, az az, hogy csend van, és nincs sok ember. Mondjuk ez is inkább délelőttönként van így, délutára mindig egy kicsit jobban megtelik a szabad strand is, főleg gyerekes szülőkkel és nagyszülőkkel. Nagyon szeretem a napot, nagyon jó itt a környezet, tiszta, csöndes, és a másik, hogy hát nekem kell a napsütés a csontomnak, a gerincemnek, és azért... Most csak egy óra hosszát leszek itt, nem sokáig. Én egész nap a vízben lennék, hát az az igazság, hogy ma vagyunk először, hát még nem tudom, most ma csak egy olyan 2-3 órát leszünk itt len, de én azt hiszem, hogy jövünk többet. Úgy fölkészülünk, és akkor úgy minden nap egy kicsit többet. Hát én fehérbőrű vagyok, és így keveset lehetek a napon. Nem sok szabályt kell betartania azoknak, akik felfrissülésképpen a szabad strandvizét választják, de azért még így is akadnak olyanok, akikre jobban oda kell figyeljen az ott dolgozó személyzet. A háttérben látszik, hogy ki vannak jelölve bójával a területek, ezt a bóját nem lehet átlépni, ezen nem lehet túlúszni. Ezt sokan nem szeretik betartani, lényegében szerencsére egy sípszó, és ez megoldható, tehát nagyon nagy atrocitások nem szoktak történni, illetve még esetleg a kutyás vendégekkel szokott probléma lenni, hiszen a fürdőterületen kívül szabad csak a kutyákkal lenni, nem szabad áthaladni a területen. A Fabó Éva sportuszoda felújítása miatt délelőtt táborozó gyermekek, illetve sportolók foglalják el nagyrészt az Aquantis élményfürdő külső medencéit, de a helyi lakosok is szívesen veszik igénybe hűsörész céljából a fürdőt. A szomszédos Fabó Éva sportuszoda felújítása miatt a gyermektáborok azok hozzánk helyeződtek át. Délelőttönként több száz ember, vagyis hát kis csemetének a táborozását biztosítjuk. Az iskolai idő elteltével, ugye, amióta megkezdődött a szünet, jelentősen megnőtt a forgalom, rengetegen vannak már délelőtt és délután is, nincs akkora különbség már a hétköznapok, illetve a hétvégék között, hétvégén pedig rendszerint teltházzal üzemelünk. Nagyon szép, szeretem. Nagyon szeretem Iván. Magyarország. Egy táborra jöttünk ide, és itt maradunk, azt hiszem 3-4-2-ig. Én szeretek ide járni, és ide járok minden nap. Ide járok kondizni a konditerembe, és utána kijövök ide utkálni és megnapozni. Azért vagyok itt, mert ingyenes a nyugdíjasoknak főleg, meg azt hiszem vannak ingyenes napok is, és sok a szabad időm. Jól érzem magam. A Dunaújvárosi élményfürdő minden páros héten csütörtökön nyílt napot tart annak érdekében, hogy még többen ismerkedhessenek meg a fürdő adta lehetőségekkel. Július 11-én tehát minden Dunaújvárosi lakcímkártyáját felmutató személy újra ingyenesen mehet majd be a fürdőbe. Az időjárás előrejelzés lehűlést, illetve hidegfrontot jósolt ide Dunaújvárosra és térségére mára, de ebből mi igazából most annyit érzékelünk, hogy még így is 32 fok körül alakulnak a maximumok, és hát valószínűleg ez az oka annak, hogy nem csak a szabad strandra érkeztek látogatók nagyobb számban, mint ami egyébként megszokott lenne, hanem itt a Dunaújváros élményfürdőben is jóval több vendég van, mint egyébként szokott hétköznap munkaidőben. És ahogy a hátam mögött is jól látható, az örvény melletti részre kialakítottak egy vízimentőállást azért, hogy a nemrég majdnem megtörtént tragédiát, illetve ennek lehetőségét tényleg teljesen kizárják. A D+ TV híradóját Főcer Amóna tudósította.